Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Az előttünk fekvő törvényjavaslat az indokolás szerint hatályos szabályozást aktualizálja a megváltozott körülményeknek megfelelően, továbbá a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítéséről szól, amivel alapjaiban egyet is lehet érteni, hiszen az élet folyamatosan változik, nyilván a szabályozásokat is követni kell vele. Ezzel semmi gond nincs is, ezzel még egyet is értünk. Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a közúti közlekedésről szóló törvény egyes rendelkezéseinek megsértése esetén a kiszabható bírságok maximumát ez a törvényjavaslat a gazdasági helyzet változására tekintettel jelentősen, csak nem a felével megemeli. A fuvarozóknak az útdíjak emelése miatt már így is rengeteg költségük van, rendkívül sok panasz érkezik ezzel kapcsolatban. Ezzel szemben a kamionosoktól kapott információk szerint még az is előfordul, hogy vannak egyes olyan más állambéli fuvarozók, kamionosok, történetesen például az ukrán kamionosok, nem fizetnek útdíjat, nem lehet őket megbírságolni és gyakorlatilag ellenőrizni sem. Akkor kérdezem, miért kell a magyar fuvarozók terheit tovább emelni? Tisztelt államtitkár úr, talán azzal kellene foglalkozni, vagy azzal is kellene, arra is kellene törekedni, hogy mindenki fizessen meg útdíjat Magyarországon, ne csak a becsületes és a szabályt követő magyarok. Ráadásul az áruszállításban 2024-től jelentős drágulás következett be. Ennek oka ugye a tavaly október 1-jével a magyar hatósági útdíjat 17,6%-kal korrigálták, december 1-től pedig a német állam egy példanélküli 83%-os útdíjkorrekciót hajtott végre, idén januártól pedig a hatósági útdíjakat újabb 50-60%-kal emelték Magyarországon az EU környezetvédelmi szigorításai, valamint az üzemanyagok jövedéki adójának emelése következtében. Az üzemanyagok jövedéki adója 41 forinttal emelkedett évelején, a használatarányos útdíj pedig folyamatosan és jelentős mértékben növekszik. Tisztelt országgyűlés, januártól a 3,5 tonna feletti teherautók, februártól pedig a buszok esetében szintén drasztikusan emelkedtek a használatarányos útdíjak. A külső költségdíj alkalmazása miatt, amiből 150 milliárd forint pluszbevételt vár a kormány. Kiemelendő, hogy a teljes M0-ás autóút díjköteles lett, így nem fog teljesülni az a cél sem, hogy a forgalmat elvigye a városból. A három tényező együttes hatása 2024-ben akár 25-30%-os fuvardíj emelést fog generálni, ami tovább fűti az amúgy is magas inflációt, hiszen minden termék árában benne vannak és benne is lesznek a költségek. Rövid idő alatt érezhetően növekedett az alkatrészek ára, a szervizek munkadíja is, a megnövekedett költségeket a végeken ismét a fogyasztók fizetik meg. Tudomásul kellene végre venni azt az egyszerű tényt, hogy bármilyen ágazatban, ha növekednek a terhek, azt a legvégén mindig a dolgos magyar emberek fizetik meg. A bírság összeg emelése alapján lehet azt mondani, hogy sőt, igazuk is van azoknak, akik azt mondják, hogy a bírság összeg emelésével lehet azt elérni, hogy ne sértsenek, főleg a fuvarozók, szabályt, és akkor nem kapnak majd büntetést. Lehet ezt mondani, mert nagyon sokan ezre is panaszkodnak, hogy ezzel magyarázzák, illetve ezt vágják a fejükhez, de lássuk be, hogy a betartandó szabályok magas száma, aminek már valóban tényleg seszer is a száma, könnyen előfordulhat akár kisebb adminisztrációs és vagy alkalmazotti figyelmetlenség is. Ilyen esetben a bírság ugyan jogos lehet, de nem mindegy, mekkora terhet jelent ez a megbírságolt számára. És rendkívül komoly károkat, illetve nehézségeket okoznak az ágazatban szereplő szolgáltatók számára. Jó példa erre, például a tahográf rendszerben meghatározott vezetési idő néhány perces túllépése esetén is már azonnal jár a bírság, pedig ez nagyon sok esetben a parkolók túlzsúfoltsága, vagy a nem megfelelő kapacitású parkolók miatt történik, hiszen ha a sofőr nem tud leparkolni, akkor nem képes a kötelező pihenőidőt időben megkezdeni, és már is megbírságolhatják. Ráadásul az idén kötelezően beszerelendő járművenként nettó 300 000-től 600 000 forint költséggel járó úgynevezett Smart 2 menetíró készülékek az eddig 28 nap helyett már 56 napra visszamenőleg ellenőrizhetővé teszik a tahográf adatait. Tisztelt országgyűlés! A Mi Hazánk mozgalom a fuvarozókkal egyetemben az útdíjrendszer és a bírság összeg felülvizsgálatát kéri a kormánytól. Továbbá kérjük azt is,
hogy az ilyen saláta jellegű törvény javaslatokkal ne nehezítsék tovább az ágazat szereplőit, hiszen számos jó irányra mutat rá a javaslat. Számos olyan része van a törvényjavaslatnak, ami támogatandó, sőt, nagyon is jó, hogy azokban változás történik. De azért a probléma az, hogy található benne erősen kritizálható intézkedés is, ami sokkal jobban és sokkal erősebben nehezíti egy ilyen törvényjavaslatnak az olyan irányú elfogadását, hogy az mindenki számára megfelelő lehet. Tehát én arra kérem, tisztelt államtitkár urat, hogy azokon a részeken, főleg a fuvarozókat érintő részeit a törvényjavaslatnak gondolják át, hiszen a törvényjavaslatnak, amint említettem, számos része támogatandó és helyes is az ebben előirányzott törekvés, viszont azok a bírságok, illetve azok a túlszabályozások, és azok a, mondhatni azt, hogy nem mindenkire érvényes szabályozás, az azért ne fordulhasson elő. Köszönöm szépen a figyelmet!